Ugye tegnapi napon háromszor változott az utaslista összetétele és létszáma is. Különböző ellentmondásos információk érkeztek magából az iskolából, a túlélő szemtanúktól, de mostanra világos, hogy 56-an tartózkodtak az autóbuszon. Közülük 54-en voltak a kirándulók, sielők és két magyar állampolgársággal rendelkező buszsofőr. Az 54 kirándulóból 43-an fiatalkorúak, 11-en pedig felnőttek. Tehát azok a tegnapi értesülések, híresztelések, amelyek ennél több utasról szóltak, azok végül alaptalannak bizonyultak. Azonban az utaslista konkrét személyi Összetétele is a tegnapi napon három alkalommal változott. És ugye a létszámról és a nevekről szóló ellentmondások miatt, valamint a holtestek azonosítatlansága és két sérült azonosítatlansága miatt is a konzul kollégák továbbra is csak azt a választ tudják adni egy adott névkeresése esetén, hogy ő a túlélők, illetve a sértetlenek, vagy a könnyű sérültek, vagy a kórházban lévők listáján szerepele. Ennyi, ezt a választ tudjuk adni. A holtestek és a két egyelőre nem azonosított sérültről mindjárt egy pár szóban beszélnék, ha megengedik. A tegnap felrepent hírekkel ellentétben 16 halottról beszélünk. Az olasz hatóságok hivatalos jelzés alapján, tehát 16 halott, és jelenleg 6 főt ápolnak kórházban. A 6 főből 5 a Borgio Trento nevű kórházban vannak, ez egy regionális idegsebészeti és égési centrum, egy fő pedig a Borgio Róma kórházban van. Most a hat Sérültből eh, ketten válságos állapotban vannak, és az ő azonosításuk nem tudott még megtörténni. Közülük az egyik eh, sérült testfelületének több mint 60%-án harmadfokú égési sérülés van, a másik eh, válságos állapotban lévő sérültön pedig eh, súlyos műtétet kellett végrehajtani, amely a koponyát érintette. Egyikőjük esetében sem sikerült a biztos azonosítás. A másik négy sérültről a következőt tudom mondani. Az olasz Orvosok döntése alapján ők akár már a mai napon hazaszállíthatók lesznek, közúti illetve légi úton. Erre a hazaszállításra az országos mentőszolgálat készen áll. A négy főből két felnőttet súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba másik két fő közül az egyik súlyos sérültnek végtag törése, zúzódása és égési sérülései vannak, és a másik, tehát a negyedik sérült, aki az a szállítható róla, ennél részletesebbet nem tudok mondani. Tehát ketten válságos állapotban vannak. Bízunk a jó Istenben és a túlélésükben és a felépülésükben, négyen pedig ma, ha minden jól megy, akkor akár hazaszállíthatók is lesznek.